Az NB3 északnyugati csoport 12. fordulójában hazai pályán csapatunk, a Bicskei Torna Klub fogadta a szombathelyi MÁV-haladás VS-e gárdáját. Mai sportadásomban a mérkőzés legszebb jelenetét, góljait gyűjtöttem egy csokorba. Kihasználva Döme László barátom segítségét, ugyanis ezen a napon operatőrködött, így hát volt alkalmam a mérkőzésbe is bekukkantani egy kicsit közelebbről, és riportokat, nyilatkozatokat kérni a nézőktől, a szülőktől és a lábadozó játékosoktól is. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Itt szeretnék gratulálni mindazoknak, akik végig bíztak csapatunk győzelmében, és azoknak külön, akik el is találták a 2-0-ás végeredményt. Verőfényes, napsütés, kellemes hőmérséklet, kiválóan előkészített játéktér várta a romokban heverő jövőkép nélkül egykor csak is dicsőséges vendégszombathelyi MÁV-haladás VS-e labdarúgó csapatát, ahol akik számolatlan nagy dicsőséget elért futballistát tudhatott magáénak. A bicskeiek eddig kétszer találkoztak bajnokin a vendégekkel. A mérleg igen szoros, de javunkra kedvezünk. Egy bicskei győzelem ősszel 1-0-ás hazai pályán Soron Tibor góljával, ősszel idegenben Szenci Bence 13. illetve Tisztel Patik a 70. percben lő 11-esével 1-1-es döntetlen játszottunk velük. Most következő összeállításomat kezdem a szurkolók meccselőti tipjeivel, nyilatkozataival. Azt merészkedtem megkérdezni, hogy ki milyen eredményre számít. Na itt vagyunk a szombathelyi meccselőt. Mit vártok a mérkőzéstől? Hát csak a győzelem. Csak a győzelem? Legalábbis illik. A Bence, remélem, hogy nem fog gólt kapni ma, ugye? Hát az remélem. Jó formában biztos, van? Biztos vagyok benne, hogy nem fog. Nagyon jó. Jó formában van? Igen. Úgy tűnik a statisztikai alapján, két meccsenként nem kap gólt. Igen. Legalábbis az eddigi 11 fordulóban azt mutatta, hogy kettő meccs nem kap gólt. Következő meccsen gólt kap. Most van a másik meccs, amikor ha minden igaz, akkor nem szabad, hogy gólt kapjon ma. Jó. Ül ez? Hát reméljük, hogy nem kap. Reméljük, hogy nem kap. Jó védelem is kell. Jó igen? Védelem kell hozzá. Helyes. Hát meg egy jó kapus. Hát a kapus a Bence az személyében. Az megvan. A fiaddal kapcsolatban? Jó formában van? Hát most az elmúlt meccsek alapján igen, jó formában van, de reméljük, hogy ma is jó formában lesz. Tehát akkor ma nem fogunk gólt kapni, ugye? Remélem, hogy nem fogunk gólt kapni. Jó. Nagyszerű. Eredmény éppen ér? 2-0. 2-0. Én megelégszem egy 1-0-al is. Hát én egy nagyobb győzelmet szeretném. Nagyobb győzelmet? Nagyobb győzelmet, igen. Mire alapozod ezt? Hát szerintem a Bicskének most nagyon jól megy. Igen? Nagyon jó játékosai vannak, jó játékos állomány. Hát. Úgyhogy én szerintem egy nagyobb arányú győzelem lesz. Ez mit jelent pontosan? Hát én 4-0. 4-0? 2-0 Bicske. 2-0 Bicske? Így van. Kirúgja a két gólt. Azt nem tudom a neveket, de haragudjál. Jó, 2-0. Sima nyerünk. Sima nyerünk. Hát mit válsz a mérkőzéstől? Sima 2-1 a nyerünk. Nem kérdés? Mennyi? 2-1. Kapunk gólt? Statisztik alapján ma nem szabad gólt kapni. Vagy hogy két meccset nem kapunk, a harmadikon kapunk. Most ez a második meccs. Akkor nem kapunk. Akkor nem kapunk. Jó. Hát egy 3-0-át. 3-0-át? Igen. Múlt héten nagyon jó játszott a Veszprémben. Jó játszott a Veszprémben? Főleg a második fél időben, nagyon jó volt. Nagyszerű. Kirúgja azt a 3-gólt? Remélem, hogy 6-3. Jó pozban van a csapat, ugye? Így van. Egy vereség 11 meccsből, fantasztikus menetelése van. Így van. Remélem, tartják és folytatják is tovább. Jó, köszönöm. Hello, Lenny. Mi van veled? Minden rendben. A héten már elkezdtem mozogni. Igen. Jövő héten edzek rendesen. Igen. Ha jól megy, aztán utána visszatérek. Mivel vagy sérült most? Hát a vádlimmal volt egy kis probléma. Elég hosszú ideje már. Hát azért annyira nem, de egy 3 hetet igénybe vett. Nem hosszú idő ez neked? Játék hát szempontjából? Hát azért egy izomsérülésnél azért 3-4 hét. Na de én a játék szempontjából gondoltam, játék hogy szempontjából... nem hiányzik a játék? Hát de hiányzik, de szerencsére hát megoldják most nélkül. Mit vársz a mai találkozótól? Hát győzelmet csak, semmi más. És sima győzelmet? Sima. Helyes, úgy legyen. Gyógyulj meg minél előbb. Köszi. Azért a nyilatkozatokból lehet hallani és látni, hogy bizony nagyon sokan ismerik csapatunkat, és nagyon sokan csak a győzelemben hisznek és bíznak. A haladás NB2-ből való kizárás alkalmából a magasabb osztályból mindössze 3 fő játékos érkezett vissza ide az NB3-as csapatukhoz. Ennek ellenére e mérkőzés előtt a kieső 14. helyen álltak a vendégek, így hát a papírforma egyértelmű bicskei győzelmet ígért. Most jönnek a csapatok tiszta fehérben a bicskeiek, és kezdem az összeállítást a vendég csapat összeállításával. Kapuban Horváth Alex Péter, további játékosok. Cuci Péter, Varga Csaba, Horváth Márk, Fehér Dániel, Víg Patrik, Tarján Patrik, Horváth Arnold, Szakály Attila, Árvai Dávid és Ferenc Zoltán Ferdinánd, 94-essel ő a csapatkapitány. Cserepadon foglalt helyet Horváth Bendegusz, Szenci Bence Imre, Tompek Levente,
Makun Bence József, Buzás László, Hende Máté és Fábián Bálint. Stábtagok Szenci Imre vezetőedző, asszisztens edző Márkus Gábor, Petrovics Balázs és Kiricsi Dániel. A Bicskei Torna Klub összehajtása kapuban Illés Bence Máté, további játékosok Gasztner Roland, Soron Tibori, a csapatkapitányunk Tifán Péter Bence, Szonták Levente, Kispár Tamás, Hírman Kristóf, Sirkraut Krisztián, Bozsok Imre, Dulo Martin és Molnár Sándor kezdő 11-el léptek a pályára. Cserepadon foglalt helyet Radnóti Boton, Rigó Máté, Márkus Dominik, Lakatos Gergő, Szál Péter, Varga Szabos, Király Patrik, Belicki Gergő, Varga Bence, Pénzelik Soma, Tisler Patrik és Vicc Kevin. No kér, mérkőzés előtt az egyeset elnöke Teszteli Zoltán köszöntötte Soron Tibort, aki a BTC színeiben ezen a napon 100. alkalommal szerepelt bajnoki labdarúgó mérkőzésen. Folytatom a szereplő népsorát, stábtagok a következők: vezetőedző Csordás Csaba, asszisztens edző Király Dávid, masszőr Szál Anett, technikai vezető Komjáti Péter, kapusedző Józsa Miklós, erőnléti edző Borbély Erik. A mérkőzés játék vezete Holzbauer Florian, egyes assziszt Blum Dániel, kettes assziszt Keszthelyi Krisztián, játékvezető ellenőr Dr. Egedi Tomás, szövetség ellenőr Keresztúri András, 20-szoros magyar válogatott labdarúgó. Ezt a találkozót az NB3 északnyugati csoport 12. fordulójában játszották a csapatok 2024. október 20-án. Csapatunk a Bicskei Torna Klub az NB3 északnyugati csoportját vezeti 8 pont előnnyel a Moson-Magyaróvár előtt. Hazai mérleg alapján is első helyén van, hiszen a Bicske Puskás és az Etol Sorrend 6-6 mérkőzés után lejátszva 18 ponttal vezetünk, 6 meccsből 6 győzelem, a Puskásnak 6 meccsből 4 győzelem, egy döntetlen, egy vereség, 13 szerző pont, és az Eto Akadémia remekül szerepel a hétvég ellenfelünk odahaza, 3-2-1-es a mutatójuk, 11 pontjuk van. Idegenben is Bicske a tabella vezetője 15 ponttal, 6 meccsből 5 győzelem, egy vereség, második a Moson-Magyaróvár 6 meccsből 4 győzelem, 2 döntetlen és még veretlen, 10-1-es a gólkülönbségük, nagyon jó kis csapat. Az NB2-bi visszaesett Moson-Magyaróvár, 14 pontjuk van, harmadik helyen a Veszprém 13 ponttal. No kérem, akkor nézzük most már tényleg a mérkőzés lényegét, mert itt már is volt az első percekben egy nagy lehetőség Soron Tibor előtt, de lövésébe beléptek a védők, és így erejét veszítve jutott el a labda Horváth Alexhez. Itt pedig Schildkraut megy bele oda a darálóba, és azért, ha nehez is, de szerelték, Soron Tibi beadása jön, túl mély. És jött kapujából Horváth Alex, aki 22 éves, remek kapustak mondják, a vendégek, itt egy Tifán Péter futott föl és szabálytalankodott, Gasztner ívelébe a labdát, de ott csatárunk elől kifejelték, jól láttam, igen, Szonták Levente volt ott, aki veszélyeztette az ellenfél kapuját, itt pedig, hát ha nehezen is, Soron Tibi szöglete után, ha nehezen is, de Horváth Alex Péter, a vendégek kapu védője, ügye, bajod, azért megfogja a labdát. Itt egy másik kameraállás, lehet látni, a védők felrúgják, a kapust egy kicsit löktük, és ha nehezen is, de megfogta a labdát, na kérem is, akkor jön a vendégek beadása. Ferenc Zoltán végezte el, egyel kifejeljük, ott egy távoli lövés, de hát ez nagyon gyenge volt, gyengére sikerült. Itt pedig egy kicsit kivár Illés, de azért végül is lecsücsült egy pillanatra, rosszul is rúgta ki. Tehát talán egy kicsit előbb kellett volna gyorsabban nem kiprovokálni magának, hogy letámadják. Soron beadása jön, és a védőről kipattant a labda szögletre. Hát ez is egy szerencsétlen mozdulat volt a fiatal játékos részéről. Igen, a 62-es játékos V. Patrik Levente testéről, igen, onnan pattant ki az alapon túlra, és így lett veszélyes ez a beadás. 19. percben járunk, Soron az ügyeletes szöglet rugói szabadugások elvégzője, a kapust kitenyerelte, Bozsoki visszatette, jön a beadás, és jön Horváth is, és magas labdát lehúzta. Íme még egyszer, ugye ez a jelenet Horváthról, kipattan Bozsoki elé, Bozsoki visszateszi, Szonták Leventének, és jött a beívelés, de ez túl magas volt mindenkinek, csak Horváth Alexnek volt jó, a vendég kapuvédőjének. Szonták teszik el labdát jobbra a Soronnak, Soron visszateszi, és nem volt érkező csatár. Itt még a vendégek próbálkoznak, de Gasztner nagyon rutinosan és határozottan fedezte a labda útját, és hagyta kigurulni a labon túlra. Itt pedig, hát igen, itt a vendégek támadója eljátszotta, hogy őt ellőtték, de a játékvezető nem látott okot beavatkozni. Íme még egyszer az eset, beül
védőnk ölébe, teljes mértékben. Ferenc Zoltán próbált egy 11-es kiharcolni, nem sikerült. Bozsoki hosszú indítása előre Gasterhez, de a játék vezető úgy ítélte meg, hogy Gaster szabálytalankodott. Itt egy újabb indítás Schildkraut részére, Schildkraut pedig saját cseleiben akad el, és vezette ki a labdát alapon túlra. Egy újabb indítás, és jöhet a beadás! Húha, nem sokkal múlott. Hirman Kristóf az, aki még alapon előtt be tudta adni a labdát, és jól látom, Szontág Levente volt az, aki zavarta a kapust. Itt pedig Bozsoki nagyon rutinosan fejelte haza a labdát. Itt pedig a mérkőzés játék vezetője, Holzbauer Florián tartott egy rövid kis eligazítást. Itt pedig Fehér Dániel fejesít, láthattuk, 33. percben járunk, már jobb oldalról soron lőtte be a labdát, a saros zászlótól éme, és Bozsoki szorongatott helyzetben próbált kapura fejelni, ott a vendégek kapu védője és az egyik védő leterült a földre, összeütköztek ketten, és ezért gyors ápolásra volt szükség, úgy a vendégek részéről, mint a mi stábtagjaink is siettek, hiszen Király Dávid is Szál Anett, aki ma debütált, masszőrünk szaladt be és segített a vendégjátékosnak. Itt pedig Bozsoki újabb nagy lehetősége. Íme még egyszer sorra remekül teszi be a labdát a védőn. Védőrű visszajön, és szorongatott helyzetben Bozsoki nem tudta tisztán belsővel beemelni. Íme még egyszer az eset egy másik kamerállásból. Hát igen, szorongatott helyzetben volt, de ha jobban céloz, akkor bizony ez a jobb belsős lövése megy a vendég a kapujába. Itt még Horvátot látunk, hogy kiökrözte a labdát, jön a nagy bedobás, ott egy fejes Molnár Sanyi részéről, nagyon szép fejes, csak pont oda a kapus ölébe szállt. Ezúttal a vendégek próbálkoznak, egy távoli bomba, hát ez bizony nem volt veszélyes, amelyet Ferenc Zoltán lőtt kapura. Éme lehet látni még egyszer, hát azért bele kellett érni illésnek. Itt pedig egy színészi jelenet a vendégjátékos részéről, a 44-essel játszó Varga Csaba próbálta megetetni a játékvezetőt, hogy vele szemben szabálytalankodtak. Ezt a beadást szerelték a védő Gasztner Ivelibe újból, és ott van Dulló Martin, és a kapusra egy picikét ütközik, de Horváth nagyon ügyesen még megfogta a labdát, és nem vitte ki, és alapvonal előtt magához ölelte. Itt pedig Szontág az, aki szabálytalankodott a vendégek védőjével szemben, jogos a szabadrugás kifelé. Egy jó indítás Schildkrautnak bal oldalon, fejjel mag elé teszi, már lőhetne, be tudja még adni, de nincs érkező. Ezúttal jobb oldalon Soron Tibi lövi be labdát, és hát igen, megint csak a védők szereltek, ezek már az utolsó percek eseményeit az első játékrészben. Ismétlésben láthatjuk ezt a támadást, ami egy Soron Tibor adott be, és ki tudta pörgetni még 45-ös játszó Horváth Márk a labdát, és így oda lett a lehetőség. No kérem, és itt még szabálytalanság az első fél utolsó másodperceiben, Dulló Martin is besárgult, hiszen ez volt a 44. perc, amikor Dulló Martin sárgalapos figyelmeztetés kapott, már időn túl vagyunk az első játék részben, hosszabbítás perceit éljük, jön a beadás, túl hosszú, de még Szontág virkozik megszerezni a labdát, a lábáról visszajön, Bozsok egyből nyesi be, és ott van Molnár előtt is egy kapufa, kérem! Az utolsó pillanatban, itt az első félidőben lövünk egy kapufát Molnár Sándor jó voltából. Itt van a védő lábai között, elmegy, és a kapufa ezúttal a vendégek segítségére volt. Itt van egy másik kamerállás is, nem ment ki a labda ebből a szögletből, illetve kapufa utáni beadásból. Jön ez az akció, amikor átszállt a labda a másik oldalra, Bozsoki egyből teszi be középre, és Molnár Sanyi oda jó céloz, mert a hosszú célozta meg, és bizony a kapufa ezúttal a vendégek javára volt. No kérem, a szünet után percekben érdeklődni fogom a nézőknél, hogy mit várnak a második játék részben, milyen eredménnyel lennének elégedettek. Én úgy érzem, hogy az első fél időben is jobbak voltunk, többet kezdeményeztünk, de egyelőre gól nélkül vonulnak pihenőre a csapatok, hogy a szakmai stáb eligazítsa a játékosokat. És akkor hallgassuk meg a nyilatkozatokat. Zsolti, itt vagyunk a Bicske-Szombathely bajnoki mérkőzés szünetében, illetve a másik fél elején. Hogyan tetszett az első fél idő? Tetszett, jól játszottunk. Sajnos a gól az még hiányzik, remélem ez is meg fog érkezni mihamarabb.
A múlt héten játszottunk egy nagyon jó meccset Veszprémbe. Mi volt ott a 91. perc után? Belobbant egy kisebb szikra. Igen. 90 percig a csapatot szapulták, szitták. Örültünk a győzelmünknek, ami megint csak nem tetszett a hazaiaknak. Aztán kicsit beindult a tömegjelenet. Következménye meglett. Vállaltam, elnézést kértem. Úgyhogy most... Jó, de Zsolti, ott a nézők, vagy a játékosok, vagy a stábtagok provokáltak? A nézők. Nézők? Szóltak vissza? Folyosan be a csapatnak. Én pedig rossz néven vettem, és a csapatért. Mennyire vagy elégedett a fegyelmi bizottság döntésével? Kéthalpos eltiltásoddal? Hát sok. Sajnálom, de várom a következményeket. Hibáiból tanul az ember. De azért több ilyen nem lesz, ugye? Nem helyes. Mit vársz a mai mérkőzéstől? Egyértelműen győzelmet, remélem második fél időben kijön az, amit nagyon szeretnénk. És... helyes, így legyen. Túl vagyunk egy fél időn. Légy olyan szíves mondani valamit erre a mérkőzésről. Hogy tetszett az első játékrész? Váratlan szoros. De meg lesz a győzelem. Simán. Az jó. Az nem kérdés. Albi, te a csapat mentális felkészítője vagy. Mi az eddigi sikereknek, hiszen 11 mérkőzésből 10-et nyert a csapat? Hogy ezek egyenként mindannyian fantasztikus fiúk, olyan tiszta szívű emberek, elkötelezettek, akik képesek a csapatért, az egyéni célokért, mindenért, mindenben. Jó. Egyénileg mentálisan felkészültek a fiúk? Egyre jobban, és óriási a csapat egység. Egység? Óriási a igen. Csapat egység. Egy mindenkit, mindenki egyért, ugye? Maximális. Nagy a küzdelem. Öltözőben milyen a hangulat? Nagyon jó. Kinn a pályán is. Mérkőzés előtti hangulatról beszél? Hát Gyurikám, ugyanazt tudom elmondani, mert igen. Ami kijön a pályára, az jön ki a pályára, ami igen. Az öltözőben van benne. Most a mérkőzés előtt szoktál tartani egy ilyen eligazítást, az mindenki lehet hívni, arról beszél, légy jól szíves. Mentális felkészítés, vagy mi meccselő? Ráhangolódunk a meccsre. És azért ez is hat a fiúkra, ugye? Mindenképpen, hogyne persze. Hát valójában... igen. Az önmagukra való ráhangolódás az, amit végzünk. Uh-huh. Hogy a belső mentális energiájukat is kapcsolják be a játékba. Ne csak a fizikai erejüket. Hogy a szituációkban úgy legyenek jelen. Uh-huh. A múlt heti mérkőzésből és a végén lévő szituációból tapasztalva ma mindenképpen beszéltünk arra, hogy ne reagáljanak soha. Igen. Sem a szurkolóknak a beszólásaira, sem esetleg a igazságtalannak gondolva. Hát igen, csak a játékkal foglalkozni, arra koncentráljanak. Ez semmi nagyon más, jó, így van, más. Nagyon jó hozzá lesz. Arról beszéljenek, hogy ha valami esetleg nem értenek egyet, akkor mondják azt a bírónak, hogy sportás, ezzel én most nem értek egyet, de elfogadom a döntésre. Semmi értelme annak, hogy belemenjen a veszekedésre, a kiabálásokra. Túl kell nőni ezen az egyet. Az egyik játékosunk, Szalamanta, nagyon bölcsön, hogy egy bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá. És én erről beszéltem a fiúknak. Ahol mi most tartunk, amilyen szemléletmódot képviselünk, ez már az a szint, a profizmus kezdete, hogy én vagyunk. Egyébként látszik a csapat sikerén egyébként, mert tényleg a játékkal foglalkoznak, koncentrálnak a játékra, a helyzeteket. Ma meg lesz a győzelem, Albi? Én nagyon bízom. Mennyit tippelsz végeredményben? 2-0. Úgy legyen. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz lesz. Eredmény? Nehéz meccs lesz, Gyuri. Nagyon nehéz meccs lesz. De győzünk, ugye? Hát remélem. Mennyire? Talán egyen. Egy-null. Mit mondtál? Akkor. Talán egyen. Én 2-0-at tippeltem. 1-0, Gyuri. Ha egyet rúgunk, akkor jók vagyunk. Csabu, te mit tippelsz? Gyuri, a Lacit kérdez. Hát én számítok egy-egyre. Szerintem 1-0. 1-0. Szia, Andi. Tetszik a meccs? Szia, 2-0. Én is ezt tippeltem. És te egy. Nyerünk. Mennyire? Én 4-et mondtam. Ne túlhasszom. Na, majd csak figyelj. 2-re is elégedet veszel? 2-vel is? 2-0 szerintem. 2-0? Mennyit tippesz? 1-0. 3-0-ra nyerünk, a Tisler 2 góljával és a Belicki 1 góljával. Feri? 1-1. 91 percben lesz szeretni. 1-0? Igen. Láttak melyik ügyek? Győzünk 2-0-ra? Hát, nem. Na, ha így marad, akkor egy pontot itthon tartunk. De nem marad így.
Pistler bejön, ontja a gólokat. Ezt komolyan mondom? Hát mindjárt beáll, és akkor egy felső. A múltkor is így voltál, 89. percben fogunk nyerni egy góllal, és az első percben a vezet. Én 2-0-át tippeltem egyébként. 2-1 lesz. Kirúgjast a két gólt. Mit? Patrik az egyiket. Másikat meg a Patrik. Mi lesz a vége? 0-0. Én is azt mondom, hogy nem győzünk. De nem áll. Ne csináltok, elröntjátok a felvételemet. Egyel. Győzünk? Hogyne. Mennyire? 2-0. Helyes. Lajos? Hát én tudom, optimista vagyok. Én azt mondom, hogy 0-0 marad. 1-0-ra. Eredmény? 1-1. 2-1 egy javasolok még. 2-1 lesz 3-0. Ide nekünk, így van. 1-0, rúgunk egyet. 1-0, ki rúgja a győztesből? Mindegy, csak valaki rúgja. 3-0. 3-0, úgy legyen. Hogy tetszik a mérkőzés? Jó, mert az első félidő az szerintem jobb volt. Igen? Igen, igen. Vannak helyzeteink? Vannak helyzeteink, és volt is az, azt hiszem már gól volt, de nem gól. Ha. Nem látta meg a bíró? Hát nem a bíró, hanem a gyerek kirúgta, mert a kapusom már rég el. Ja, értem. Aha. Mit válsz végeredményt illetően? Hát, 1-0-ra nyerünk. Hogy tetszik a mérkőzés? Sokkal nehezebb a vártnál ez a mérkőzés. Igen? Nem tudom, a Szombathely olyan kétarcú csapat, amikor egyszer a gyengéjét mutatja, és mindenki meg tudja várni ellenünk általában. Ugye legalábbis az utóbbi években ezt tapasztaltam, hogy mindig a jobbik arcát mutatja. És nagyon nehéz ellenük most játszani, mintha az életükért küzdenének, ugye tudjuk, hogy vannak gondjaik, és ez valamiért spanolja őket, de meg kell nézni az edzőnek a viselkedését, a szurkolók viselkedését, amit mondanak, amit beszélnek, hogy mennyire felfokozott állapotban vannak, minthogyha nem tudom, bajnokok ligája döntőt játszanának, és ez számomra érthetetlen ez a fajta két arc egy ilyen csapatnál, hogy akkor a többi meccsen miért nem akarnak lenni, a többi meccs miért nem. De Gyuri, tudod, mindig az első helyen állót akarja mindenki megvenni, még akkor is, ha kieső helyen van. Ez valahogy természetes dolog, de ebből csak jó meccs kerekedhet hát ki, nem? Lehet, az első gól. Igen, az akkor meg fogja őket törni, minket meg újra felszabadít egy kicsit, és könnyedebben, lazábban fogunk játszani, de egyelőre nagyon nehéz ezt az első gólt is megrúgni. Nem tudom. De azért megvesz a győzelem, ugye? Meg kell. Mennyit? Persze. 2 vagy 1? Egy gól? Elég most már az 1 is, jó. Csak legyen már. Mit tudnám mondani múlt heti veszprémi mérkőzés utáni történtekről? Jogos a fegyelmi bizottság határozata? Hát igen, azt látom, hogy a kirobbantás okát azt szankcionálták leginkább, igen. Amitől ez a csetepaték kialakult. Igen. Az, hogy most pályán kívül egy ilyen rangadón a felfokozott idegek és ez a felfokozott hangulat a mérkőzésnek még mindig nem vezetődött le a 90 perc alatt, ez érthető, hiszen az első és a második helyzet játszott. Tehát amit nem értek az, hogy már egy pár éve a masszőrünk benne van a profi világban, és tudva levő kifelé, nem Bicskéről, meg itt én nem fogom megengedni, meg szerintem senki, hogy ilyen megtörténjen, hogy a szurkolókkal foglalkozunk, nekünk magunkkal kell foglalkozni, a mi játékunkkal, hogy elfogadom a Veszprémnek is a kritikáját, meg azt is, amit elnyilatkoztak, elfogadom a MLS-nek is az ítéletét, biztos, hogy nem lebbezünk fel ellene, és a masszőrünknek ez tanuló lecke, de mivel egy fiatal masszőr, ezért én úgy gondolom, hogy még szép karrier előtt áll, és ezt kell neki meglovagolnia, nem pedig a szurkolókkal foglalkozni. Köszönöm szépen! Hogy tetszik a mérkőzés? Mondjad! Nagyon szép a mérkőzés. Igen? Győzünk? Na majd nem. Hát természetes dolog, hogy győzünk. Jó, helyes. Utolsó percben nyerne a Bicske. Mennyire? 1-0-ra? 2-0 lesz. 2-0 lesz? Vagy 2-1. Helyes. Na hát azért sokan eltalálják, illetve bizakodnak a Bicske győzelemben. Mesterünk Csordás Csaba a kettőt cserélt a szünetbe, Tifán Péter helyére Tisler Patrik, és Kispál Tamás helyére Király Patrik átbét a szünetben. Nézzük akkor a második játék részben. Hát egy kapura ívelés történt itt a vendégjátékos részéről, tehát ez nagyon gyengécske volt, hiszen Árvai Dávid szinte hazaadta kapusunknak, Illis Bencének a labdát, itt pedig én látszottam egy pillanatra, amikor riportokat készítek a nézőkkel. Na de nézzük, hogy a pályán mi történik, mert itt egy szabálytalanságot csipolt le a játékvezető. Egyébként két sárgalapos figyelmeztetést kapott a Bicske csapat. Itt van 20-as sas, Sirkaut Krisztián sárgalapot 52. percben, és láthattuk Dulló Martint a 44. percben kapott
egy sárgát, így tehát megvan a két sárgalapunk, majd a vendégek is fognak még kapni kettőt, csak azért, hogy egyenlő legyen az állás, miért hogy cseréltük a mérkőzés egészében, a vendégek pedig három cserét alkalmaztak, itt egy lövés, amely gyengére sikerült, 16-oson belül van pedig a csatár, de ez a lövés gyenge is, és pontatlan is, és akkor jönnek a cserék is, 65-ös pályára jön, az 56. percben Buzás László, Fehér Dániel helyén rádve, ő náluk ez az első csere, és majd még ők is cserének kettőt. Nézzük ezt a beadást, ott van még, ha ügye bajjal is, de azért mentettek a vendégvédők. Ott egy fej párbajt meggyertünk, Soron Tibornak kell nagyon megharcolni a labdáért, Király Patrik jön ki győztesen a bolyból, hoppá, ott meg egy szabálytalanság Soron Tiborral szemben, jó 19 méterre az ellenfél kapujától, Tisztel lövi rá, és bizony, hogy de nagy lövés volt, és pontos, mert bizony ez beakadt, ha nem véd olyan jól, Horváth Alex, én már még egyszer, ki tenyerrel így beleért egy kicsit, és hát éppen elég volt. Na és akkor jön a Hirman Kristóf a pályáról, és 14-essel Varga Bence foglalja el a helyét a 63. percben, ez volt a második cserénk, és itt van a gól! A 65. percben megvan, Király Patrik ballábas lövéssel veszi be a Szombathelyi kapuját, kérem, megvan az első vezető gólunk. Sokan a nézőtéren bíztak abban, hogy bizony előbb-utóbb bejön az a gól. Sírtott remekül löbből alá a labdának, és Király pedig ballal rettenetes nagy gólt lő. Íme még egy állásból, még egy kamerállásból, és akkor itt a terhes kis baba, illetve Patrik, hiszen el is tette a labdát magának örökbe ezzel a góllal, és itt még Sírtott tör ki, gólhelyzetben van, mekkora védés Horváth részéről, te jó ég! Óriási bravúr a vendégek kapusától. Hát igen, ha nem véd ilyen jól Horváth Alex, akkor bizony már több gólos vezetéshez juthattunk volna. Íme másodszor azonban már megfogta, íme lehet látni, itt lehet látni ebből a felvételből, hogy fantasztikus bravúrt mutatott be Horváth Alex Péter, a 22 éves vendégkapus. És ezúttal a bal oldalon próbálkozunk. Soron jobbra cselezett a jobb lábára, de lövése a rövide tartott, amelyet biztosan védett a vendégek kapuvédője. Hát itt egy ütközet volt, sírkott részét, de semmi szabálytalanságot nem láthattunk, mert nem is volt, de nagyon rosszul eshetett a vendégek játékosa, Tarján Patrik, itt pedig Dulló Martinnal ütközik, Cuci Péter, ő is letejú a földre, de szerencsére ott van Bozsoki és felsegíti. Itt sem volt szándékosság, és akkor jön a támadásunk, Soron Tibor még fektében is megpróbálja megszerezni a labdát, de már szabadugás ellene, és ezúttal egy nagyon jó csel, és nézzük ezt a beadást, jön is a beadást, de túl mély volt mindenkinek, no és akkor 2-essel és 11-essel jön az utolsó cserénk is, Márkus Dominik jön a pályára, Szontág Levente helyére, a 72. percben is Belicki Gergő jön be Sírtkolt Kisztyán helyére, itt pedig egy sérülés volt újból, ahol segítettek a bicskei masszőrök, illetve sportások, és akkor jön a beadás, kifek, és ott egy kapáslövés. Jól látom, Dulló Martin volt az, aki nem talált el Isten igazából a labdát. Molnár teszi ki a labdát, balra Gassner ívelheti be, jön is a beadás, kapus megint bizonytalan Horváth, de azért másodszor megfogja a labdát, rosszul öklözött bele, és a labda fölpörgött oda a magasba. Igen, talán a saját védőtársa zavarta meg a kilátásban, ezért öklözött bele ilyen csetes után, és akkor végül is biztosan ölelte magát. Itt pedig Bozsokival szemben szabálytalankodtak, és akkor jön 85-össel Fábián Bálint, Árvai Dávid helyére. Végeredmény? Győzelem, 1-0. Marad az 1-0? Marad az 1-0. Jó, köszi. 1-0-ra vezetünk. Igen. Mi lesz a vége szerinted? Szerintem még egyet lövünk. Még egy lesz? Még egyet. Úgy, mint a Budapest ellen, még egyet. 13 perc van még. 2-0 lesz akkor? 2-0 lesz. Így legyen. Mit tippelsz a végeredményt illetően? Hát, de marad 1-0. Hogy játszik a csapatnak? Játszhatna jobban is. Mindig nehéz egy ilyen csapatot legyőzni. Persze, mert ez egy utolsó helyenálló csapat, minden megküzd a védekezéssel. Így van. Hogy minél jobban védekezek, minél kevesebbet kapjanak. Akkor végeredmény 2-0. Hát 1-0 vagy 2-0. 2-0. Mennyire győzünk? 2-0. Helyes, úgy legyen. Végeredmény
2-0. Úgy legyen. Mit szólsz ehhez a remek sorozathoz? 12 meccsből 11 győzelem lesz, ha meg lesz a mai. Nem, sajnos nem értek veled egyet, az összes meccset megnyerjük. Összes meccset, ami hátra van. Ja, ami hátra van, mindent megnyerjük? Mindent. Na, hát ez így legyen. Nagyon jó. Úgy legyen. Köszönöm. Hogy tetszik a meccs? 1-0 vezetünk. 1-0, ez a meccs. Ez lesz a vége, Ernő? Szerintem még rúgunk. Még rúgunk egyet. 2-0 zárunk. Szerintem igen. Így legyen. No kérem, hát itt a 65. perc utáni nyilatkozatokból 1-0-ás Bicskei vezetéstél könnyű volt tippelni, itt pedig Belinszky lövése lepattan sorról, ráfordul, és egy hatalmas védés Horváth Alex Péter részéről. Belinszky már itt tüzelni akar, de a védőről lepattanatba, és jó 20 méterről fél fordulatból Soron Tibi rászúrja, és bizony nagyot kellett gyújtózkodnia a vendég kapuvédőnek, hogy ne legyen gól, hogy ne menjen be a labda. Ezúttal visszakerül hozzánk a labda, király visszateszik Soronnak, Soron befele cselez újból, és jobb lábbal kilövő rövid sarkót. És megint csak egy bravúros védést láthatunk Horváth Alex részéről. Íme remekül csinálja Tibi bal oldalon, szépen, ügyesen bal lábáról jobb lábára cselez, jobban kapura sérülje, egyelőre a lövéséből nincs gól. És itt egy kapás lövés, de ez bizony nagyon rosszul találta a játékosunk. És itt egy gyengécske lövés a másik oldalon, próbálkoztak a szombathelyiek is, és jöhet a kapásra, és király részéről, király sem találja el jó. Hát kérem, itt sorozatban jönnek olyan lövések, amik ha eltalálják, akkor akár csak ebből is Belinszky gólt rúghat, de belétnek a ívelésébe, király ívele át a hosszúra, és ottan bizony, hát ez óriási lehetőség volt, ha jól látom. Játékosunk, frissen bált játékosunk, Márkus Dominik került helyzetbe, de lábáról kipattant a labda. Íme még egyszer, király teszi át oda a hosszúra, érkezik Márkus, aki nagyon rosszul talált el a labdát, bizony, ha ezt ügyesen eltalálja, akkor ez is gól lehetett volna. És akkor jön az újabb átívelés oda a hosszúra, de bizony játékosunk lábáról lecsúszott a labda. Röviden szabadítunk föl, egy lövés, majd Bozsoki részről egy felszabadító mozdulat. Íme még egyszer az előző mozdulat, hát saját játékosunkról jön vissza a labda, nem tudtak elugrani onnan. Bozsoki pedig felszabadított, és akkor jön 49-essel az utolsó cseréjük. 88. percben Szenci Bence állt be Víg Patrik helyére, és ott egy fejes, soly, ez bizony csak hajszálon múlott. Egybeadás bal oldalról, és egy tovább csúsztatott labda, majd, hát bizony, óriási helyzetben volt Darján Patrik, íme lehet látni még egyszer, bizony, ha ott bele tud piszkálni. A vendégek támadója, Darján Patrik, ugye, aki az NB2-es Szombathelyből igazolt ide, mellette még Szakály Attila is, és aki nincs itt ma, Jancsó András is, az NB2-es keret tagja volt még tavaly, itt pedig 33-as a Cuci Péter lövése cikázott a levegőbe, és bizony illéstek résen kellett lenni. Itt pedig egy lesgót lőtt Pistár Patrik, de sajnos a játék vezető érvényteleníti. Igen, ott már a partjelző beintésére a játék vezető nagyon határozottan sípolt, hogy bizony Pistár Patrik lesem volt. Ezek már a utolsó percek, utolsó másodpercek eseményei, ott egy fejes, amelyet biztosan véd a kapus. Íme még egyszer az előző jelenet, egy felévelt labda, és jön illés a kapujából, és magához öleli maga biztosan a labdát. Itt egy újabb fejes, és bizony itt is majdnem, hogy beleért a vendégjátékos. Utolsó percek, ezek már a hosszabbítás percei. Újból próbálkoznak a vendégek. Szakály Attila ívelt oda be, és bizony játékos társát teljesen szabadon találta, aki nem is olyan régen állt be Szenti. És akkor egy jó indítás, Belinszky fedezte labdát, ott egy szabálytalanság, és a játék vezető habozás nélkül mutatja, hogy bizony ez egy sárga lap, és egy büntető a Bicskei csapat javára, Darján Patrik az, aki szabálytalankodott, mutatja a mérkőzés játékvezetője Hozbauer Flórián, aki remekül vezette a mérkőzést, végig kézben tartotta a találkozót, itt még nagyon határozottan fújt, és jön Belinszky, ballábos lövés, ott van a jobb oldali kapuban, megvan Belinszky negyedik gólja kérem ebben a szezonban, fantasztikus, milyen formában van ez a játékos, lőtt gólt már az első gólját még Girmót ellen rúgta, amikor 4-0 arányban győztünk, akkor a második gólt szerezte, íme még egyszer a 11-es,
elmozdítja balra, és ő a jobb kapuba tövéhez rúgja a labdát. Nagyszerű, rutinos megoldás ez a 34 éves játékosunktól. Második gólját a Budaörs ellen, amikor nyertünk 3-1-re, akkor a harmadik Bicskei gólt szerezte a 93. percben. Veszprém ellen rúgta a győztes gólt, amikor nyertünk 1-0 arányban az 58. percben. Majd most megint úgy látszik, hogy Geri ez utolsó percekre specializálódott, hiszen a haladás ellen is a 94. percben rúgta be a gólját, és ezzel megszerezte szezon negyedik találatát, és bebiztosította csapatunk győzelmét. A nehezen is, de teljesen megérdemelt a bicskei csapat győzelme, hiszen a mérkőzés nagy részében irányítottunk, többet birtokoltuk a labdát, és sokkal több gólszerzési lehetőséget dolgozott csapatunk. Nem volt egyszerű a hazai listavezető feladata a Vasi Csikó csapat ellen. Az első félidőben erőtlen volt a támadójáték, de a második játékrész derekán sikerült gólt szerezni, ezek után a vendégek minden mindegy alapon kitámadtak, és néhány alkalommal közel is kerültek az egyenlítéshez, de aztán egy remek támadás végén 11-esből Belicki Gergő által kiharcolt és értékesített büntető bebiztosította győzelmüket. A tabellán a helyzet változatlan, mivel második helyen álló Moson-Magyaróvári felcsúton nyerni tudott egy nőrral, így az első helyen 8 pontos előnye várhatjuk a 13. forduló mérkőzését, amely Győrben lesz 2024. október 27-én vasárnap 11 órai kezdett el. A délelőtt kezdődő találkozóra minden érdeklődőt szeretettel vár a BTC vezetősége. És amíg nézzük ezeket az örömteli pillanatokat, addig gyorsan mondom az északnyugati csoport 12. fordulójában lejátszott mérkőzések eredményét. Gyirmót FC Győr 2, Budaörs 0-2. A vendégek góljait Palaiti Ádám és Sajbán Miklós szerezték. Puskás Akadémia FC 2, Moson-Magyaróvár 0-1 a 77. percben, Kövesdi Péter lőtte a győztes találatot. Balatonfüredi FC, Újpest FC 2, 0-2. A vendégek részvét Ékei Márk és Tóth Gergő volt eredményes. FC Sopron, Kelen SC 1-2. A hazaiak részéről Szabados Attila 77. percben egyenlített, a Kelen részéről 44. percben Pajti Attila szerzett vezetést, majd a 79. percben újból szerzett gót, és ezzel beállította a végeredményt. Komárom, 32 tévéje 2-1, óriási meglepetés. Hazaiak részéről Sandal Dominik 8. és az 50. percben lő találataival. A vendégek részéről Barci Dávid volt eredményes a 66. percben. Dorogi FC, Veszprém 0-1 a 83. percben Molnár Balázs lőtte a győztes találatot. Bicskei TC Szombathelyi Máfaladás VS-e 2-0 Király Patrik és Belicki Gergő találataival. Érdi VS-e Eto Akadémia, tehát a hétvégi ellenfelünk Érden tudott nyerni 3-2-re. A hazaiak részéről Schuster László volt eredmény, akkor még vezettek egy nőre az érdek, majd a 93. percben Gyurács András szépített, és ő állította be a 2-3-as végeredményt. A vendégek részéről Lavrenzo, Deákovics Rihárd 61 és a 72. percben volt eredményes. Ekkor még egy 3 volt az eredmény, tehát 3-1-re vezetett az Eto Akadémia, végülis a 93. percben szépített Gyurács Andris. 5 csapat nem lőtt gólt ebbe a fordulóba, 19 gól esett összesen. Leggólgazdagabb mérkőzés az Érd-Eto találkozó volt. A gólövő listán itt az északnyugati csoportban ebben a fordulóban Balaiti Ádám, a Budaörs játékosa szerzett egy gólt, és ezzel feljött az első helyre holtversenyben, hiszen Bence Márk a 30. kerület TV-je játékosának, és Magasföldi József, Puskás Akadémia FC 2 játékosának van 8-8 találata. Gula Boldizsár, a Dorog FC játékosának 5 gólja van, Lavrenzo, az Eto Akadémia játékosa szerzett egy gólt, és ezzel 5 gólos, szintén 5 gólja van Olá László Dávidnak, a Moson-Magyaróvár játékosának, és szintén 5 gólos Sandal Dominik, a Komárom VS-e játékosa, aki ebbe a fordulóba 2 gólt szerzett. És Árva Bence, a harmadik kelet játékosának van 4 találata. No kérem, hát amilyen a csapat, ön a szurkoló tábor is, de ez fordítva is igaz, hiszen ezt a hangulatot, amit itt tévén keresztül nem igazi átélni, ki kell jönni, és el kell jönni a BTC meccsére, és akkor testközelből lehet átélni ezeket a fergeteges, hátborzongató szurkolást, örömteli pillanatokat, de mi lesz itt még a bajnokság végére? Azt mind megtudhatják, ha önök is részesei lesznek ezeknek a győzelmeknek és örömteli pillanatoknak. Lassan jövök a nyilatkozatokkal, lassan jönnek a nyilatkozatok. A műsoron végén, amíg megismétlem a mérkőzés gólyait, egy érdekes tabellával is jövök még, ahol összevetem a Nemzeti Bajnokság éllovasainak az eredményét. Gratulálok a gólodhoz. Ez már negyedik gólod, Geri. Hát mi van? Bomba formában vagy? Sikerült beérnem a Hírman Kristófot. Igen, most már házigó, most a holtársaimmel vezetett, igen?
Hogy emlékszel vissza, hogy volt az a történet? A Soron Tibitől kaptam egy forintos labdát, be tudtam venni így a védő elé, kizártam, hátulról föllökött, egyértelmű 11-es volt, voltak már csak higgadtan el kellett passzolni. Megegyeztetek a Tibivel, hogy te fogod rúgni? Vagy átadta a jogot? Nem egyeztünk meg, nagyon rendesen lát. Igen. Mondta, hogy én harcoltam ki, kérdezte, szeretném-e rúgni. Igen. Mondtam, hogy természetesen szeretném, és ezúttal is köszönöm neki, hogy átadta a lehetőséget. Mit szólsz a mérkőzéshez? Nagyon fontos, 3 pontot szereztünk meg. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés a tabellát nézve. Sikerült megszerezni 3 pontot, nagyon örülünk neki. Bomba formában vagy milyenek az oka? Mondhatnánk azt, hogy minden rendben van otthon, megszületett ugye a kislányom. Kapom a maximális támogatást otthonról, így csak jól lehet szeretni. Helyes, jó van, gratulálok még egyszer, köszönöm. Sok sikert, köszi. Köszönöm. Pati, gratulálok a gólodhoz, remek volt. Hogyan emlékszel vissza, hogyan történt az a gól? Sikerült felérnem egy támadásra, a Shield jó beadására. Jó ütemben érkeztem, bele kellett tennem a belsőmet, és bement szerencsére. Milyen formában vagy? Jól tértél vissza, hogy látom. Igen, ugye múlt héten kezdőként kaptam lehetőséget. Igen. Bő a keret, úgyhogy most úgy adódott, hogy csereként kell. Segítsek a csapaton, és szerencsére jól sikerült. Mit szólsz a maga házzal találkozóhoz? Egy nagyon nehéz mérkőzés volt, de szerintem erre kell készülnünk. Én azt gondolom, hogy a Szombathely jobb csapat annál, mint amit a tabella mutat, de szerintem mindenki úgymond az elsőt akarja megverni, ez látszott ma is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy fontos 3 pont, és megyünk tovább. Így van. Gratulálok még egyszer. Köszönjük. Sok sikert. Köszönjük. Csaba, gratulálok a szurkolásatokhoz. Egy nagyszerű győzelmet arattunk újból. Hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Köszönjük szépen, Gyuri bácsi. Megtettünk mindent tőlünk telhetőt, ugyanúgy, mint a csapat. Én azt gondolom, hogy sokszor az olyan meccsek a legnehezebbek, amikre azt mondaná az ember, hogy na, ez simán meg lesz. Én azt gondolom, hogy a csapat is átérezte azt, hogy vele kell tenni, és nincsen könnyű meccs, nincsen lejátszott mérkőzés előre. Én azt gondolom, hogy a srácok ismét oda tették magukat, helyzeteket dolgoztunk ki. Annak az külön öröm a Bencének, hogy kapott gól nélkül sikerült lehozni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szervezett szombathelyi haladást sikerült legyőznünk, és itt tartanunk a 3 pontot. Sikerült 9. győzelmünket is elérni zsinórban, tehát a Dorgi meccs után már 9. zsinórban győzelmünk van. Mit szólsz ehhez? Álomszerű. Én azt gondolom, hogy Bicske történetében ez rekord is, és igen, úgy gondolom, hogy ez a csapategységet mutatja, és mutatja azt is, hogy szurkolók és a város, illetve a csapat mennyire együtt lélegzik, és imádjuk hétről hétre ezt a fajta érzést, amit a csapat nekünk nyújt, szenzációs érzés. Csak egyre többen vagyunk hétről hétre, ugye itt a nézőtéren? Ez így igaz, igen, gyönyörű idő volt a mai nap. Azt gondolom, hogy a jó időnek is köszönhető, meg a csapat jó szereplésének köszönhető, és ami még külön öröm számunkra az, hogy rengeteg utánpótlás játékosunk is érzi, hogy velünk kell lenni, illetve civil emberek is, akik nem a BTC-n futballoznak, de ezt a fajta időtöltést választják. Ki tetszett a csapatból, a Bicskei csapatból legjobban neked? Személy szerint. Ugyanúgy, mint a mester, mi se szoktunk így kiemelni. Én az egységet emelném ki. De én azt, amit mondtam már, hogy nekem az nagyon-nagyon tetszik, hogy a védelem nagyon rendben van, és így ezáltal Bencének is könnyebb dolga van, és kapott gól nélkül hozza le. Magabiztos teljesítmény nyújt, de úgy gondolom az egész csapat. Igen. Hát Csaba, köszönöm szépen az interjút, találkozunk Győrbe a következő bajnoki meccsen. Így lesz, Gyuri bácsi, a csapatnak jó felkészülést, és köszönjük szépen. Köszönjük. Kedves Simi, gratulálok a játékotokhoz, eredményhez nem tudok, kikaptatok 2-0-ra, egy rövid értékelés hallhatnánk. Először is gratulálok az ellenfelünknek, a Bicskei csapatnak. Egy bajnok csapattal, remélhetőleg egy bajnok csapattal játszottunk, és sok sikert kívánok ehhez a Bicskei csapatnak és Csordás Csabának, illetve a vezetőségének. Hát igen, mindent megpróbáltunk a mai mérkőzésen. Hát mentálisan szerintem rendben volt a társaság. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy jó eredményt érjünk el, főleg, hogy a múlt héten azért az önbecsülésünket is veszítettük, egy óriási pofonba futottunk bele. Az elsődleges célunk az volt, hogy emberi, illetve sportemberi mi voltunkat visszaszerezzük, és
egy olyan mentális állapot tükrözze a csapatot, ami, ami szerintem azért talán látszott a mai mérkőzésen a gyerekekről. Én úgy nézem a statisztikából, hogy idegenben jobban szerepeltek, mint otthon. Otthon még nincs győzelmetek, idegenben már egy győzelem, két döntetlen, három vereség volt eddig emlékezés előtt. Mi lehet ennek az oka? Hát én inkább abba keresném, hogy olyan pontokat hullajtottunk el a... Nem is most az utolsó három fordulót mondom, mert Felcsúton is azért 3-0-ra kaptunk ki, mondjuk ott a játékképpen nem azt vetítette előre. De az ősz első időszakában, illetve a szezon első időszakában én úgy számom, hogy egy 8-9 pontunk bennmaradt. Volt, hogy a 97. percben kaptunk gólt, volt, hogy a 94-be veszítünk pontot, van, hogy a 84-be, tehát itt a végén, és ráadásul olyan csapatok ellen, akik talán a kiesés elleni harcban van óriási szerepe. És azért mondom, hogy nem is biztos, hogy a hazai, mert a hazainál is ugyanezek előfordultak, mint a idegenbeli mérkőzéseken. Nehéz ilyenkor, mert ez egy rossz széria. Azt is mondtam már régebben nyilatkozatomban, ez nem szerencsére fogom, hanem mert ennyire nem a szerencsébe kell keresni az okot, azért nekünk kell tenni. Tehát azokat a hibákat, amit el tudunk követni. Például ma is az első gól előtt mondtam a srácoknak, ez a csapat MB2-re készül. Itt egy fél perc kihagyás, nem hogy fél perc, pár másodperces kihagyás megbosszulja magát. Ott egy labdavesztésnél faltot reklamálunk, abból lefordulnak, aztán kihasználják az ígyszert, ezek nem férnek bele. De bízunk benne, van még 5 forduló, persze megyünk tovább is, megpróbáljuk megszerezni azokat a pontokat, hogy a tavasszal azért meglegyen az esély, hogy a bemaradás meglegyen. Ahogy néztem, az első 5 fordulóban nem kezdtetek rosszul, hiszen 4 döntetlent játszottatok, és jó csapatok ellen játszottatok a döntetlent. Ezt te jónak vagy rossznak tartod? Amit az előbb mondtam, az első stádiumban is voltak olyan mérkőzések, akár Sopronban, de mondjuk a mérkőzés előtt persze egy Sopron X-et aláír az ember, de maga a játékképében azért több volt. Egy Füred ellen a hazai mérkőzésen a helyzetek tömkelege volt, a 3 ponthoz nem rúgtuk be. Aztán utána azért egy jó szereplő, akkor egy jó paszban lévő Budaörs ellen 3-1-re vezetünk, és nem tudjuk kihozni a győzelmet belőle. Ezek azért, amit mondtam, ezek azért nagyon visszaható tényezők ahhoz, hogy itt most sokkal, mert nem bicskén kellene nekünk esetleg pontot szerezni ahhoz, hogy a bennmaradásunk meglegyen. Megvoltak nekünk az esélyeink a többi mérkőzésen, hogy ezt akár a középmezőnyből is jöhettünk volna ide. Imre, a múlt héten Érdellen kikaptatok 7-1-en. Mi volt ez a nagy kisiklás? Mi lehet az oka? Mi lehet az oka? Igazából a kapott góljainkat azért rengetegszer visszanézzük. Én azt is mondtam a videóelemző kollégámnak, hogy jó lesz majd egyszer összevágni ezt az egész szezont. De van egy, ha mondhatom, és azért dicsérik a csapatnak a játék stílusát. Mai napon egyébként egy kicsit változtatni kellett rajta, mert hát azért jóval erősebb csapattal találkoztunk, egy kicsit direktebbé tettük. De abban óriási kockázat van, hogy mi rövid passzokkal építkezünk, és hogyha az nem jól van meg a labda nélküli támogatójáték, illetve egy kapushoz visszapasszolt labdákból belövöldözték mögénk, ezeket nagyon nehezen tudtuk levédekezni, illetve az eladott labdákból olyan kontrákat vezetnek az ellenfelek, amit kőkeményen kihasználnak ebbe az osztályba. Visszaemlékszem a szombathelyi mérkőzésünkre, amikor egy-egyet játszottunk, és azt mondtad, hogy jön majd jövő héten Tatabánya, őket is megszorongatjátok majd. Hát ez valószínűleg így is volt, ugye azt kikaptatok, de mi lehet ennek az oka, hogy végülis a kieső helyen végeztetek tavaly évben? Ez már a múlt. Igen. Nagyon erről már nincs mit beszélni, mert megvoltak az összetevői annak, hogy abból kiesés lett. Egyébként, ha már a Tatabányát említette, ott is itt voltak a Tatabányai ikonok, azért Csapó Karcsi bácséktől kezdve a Plotárékig bárki, és a mérkőzésén azt mondták, hogy ez a csapat hogy tudott kiesni. Tehát ez a kérdés mindenkitől feljön. Én szerintem lehet, hogy ma is bizonyítottuk, hogy ennek a csapatnak nem a kiesés ellen kellene küzdeni. Én van még egy kérdésem, hogy akkor MB2-ből kizárták a haladást, abból a csapatból tudtatok igazolni, vagy valaki átjött onnan hozzátok?
Hát három játékos maradt Szombathelyen, aki ma pályára lépett, a Szakály Attila, illetve a Tarján Patrik. A mai nap olyan Csa Andriska nem tudott velünk lenni, ők hárman, akik a KFT-ből megmaradtak, a többiek azok sajnos a Szél Rózsa minden irányába szétszélettek. És egy mondatban elmondanám, de a haladásnak a történetét, hogy hogyan sikerült itt maradni az NB3-ban? Az NB3-ban ugye a kiesés után az volt, ugye van az MLS-nek egy feltöltési szabályzata, és annak a lehetőségét lovagolta meg a vezetés, mivel hogy azért Szombathelyen ne kelljen a legaljáról kezdeni, és hála Isten a sorban mi következtünk az MLS-nek, amit említettem, rangsorába, ezáltal a felkérést meg elfogadtuk, de ha már rákérdezt, nem mentség, szó nincs róla. Tehát kéthetes felkészülésünk volt, mert megyegyre készültünk, tehát mi úgy vágtunk ebbe a bajnokságba bele, hogy a megyegybe fogunk indulni, mint lehetőségként számoltunk esetleg egy felkéréssel. Úgyhogy a harmadik hétre már bajnoki mérkőzésünk volt Sopronban. A nagy stadionban játszátok a bajnoki meccseiteket? Igen. Hátok, ott tavasszal majd találkozunk. Igen. Addig is nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszönöm szépen az interjút. Én köszönöm szépen, és sok sikert én is. Attila, gratulálok a szurkolásotokhoz. Köszönöm. Egy jó meccset láthattunk, győztünk 2-0-ra. Hogyan tudnád értékelni a látottakat? Hát győztünk 2-0-ra. Én 4-0-át tippeltem az elején, nem lenézve az ellenfelet, de hát a tabellára, ha nézünk, akkor én egy ilyen 4-0-át tippeltem a mi saját kis játékunkba. Egy nagyon masszív, nagyon szervezett Szombathelyen találkoztunk, és hát bizony az első félidő az ugye 0-0 volt, aztán a második félidőben sikerült feltörni a védelmet, és bevinni már azt hittük, hogy győztes találatot, de hát aztán még kaptunk egy 11-est a végén, ami szerintem teljesen jogos volt. Úgyhogy így sikerült megnyerni a mérkőzés 2-0-ra, de egy nagyon, nagyon jó képességű játékosokból álló Szombathelyet sikerült legyőzni. Csúcsokat, meg rekordokat döntök egy csapatunk. Mit szólsz ehhez? 9. zsinórban egy győzelem, legtöbb gól az NB3-ban, a nemzeti bajnokságban, ha az első helyzeteket nézzük, a vesztett pontok tekintetében első helyen vagyunk. Hát, mit szólsz ehhez? Micsoda álom, micsoda álom. Ezt lehet mondani. Én, amit mondtam most a csapatnak a mérkőzés végén, így a mi kis saját értékelésünkben, hogy nekem a kedvenc mutatóm az a kapott gólok száma. Uh-huh. 12 forduló alatt 5 gól, kapott gólunk van, tehát ez egy olyan csapat egységet mutat, hogy egyszerűen fantasztikus. Aztán a csapat egységről, a sportszerűségről, hogy csapaton belül a játékosok hogy viszonyulnak egymáshoz, amikor a Soron Tibinek a 100. mérkőzése van, és ő szokta rugni a 11-eseket, akkor oda ment a Belickihez, és odaadta neki a labdát, hogy ő harcolta ki a 11-est, akkor ezt ő értékesítse. Tehát jól nézünk ki, mármint nem én, hanem a csapat. A csapat, igen. És tényleg öröm Bicske szurkolónak. Megyünk Győrbe? Jöttük, ugye? Igen. Tulajdonképpen most azt lehet mondani, hogy én minden mérkőzésen győzelmet várok a csapattól. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb ez a győzelmi sorozat meg fog szakadni. Reméljük, hogy minél később. Most délelőtt én megnéztem a Puskás Akadémia Mosonmagyaróvár első félidejét. Ugye hát itt vagyunk 5 kilométerre felcsúttal. Mind a két csapattal fogunk még találkozni, ugye 2 hét múlva jön a Moson-Magyaróvár, 3 hét múlva megyünk felcsútra a Puskás Akadémia ellen. Én azt gondolom, mind a két csapat verhető, és ha a tabellát nézzük, ha sikerül minden meccset behozunk, így a Moson-Magyaróvárt meg tudjuk verni, akkor már 11 pont lesz a tabellán a különbség. Ha nem hibázunk, úgyhogy lehet, hogy tavasszal már szalonnát kell sütögetnünk itt a kezdőkörbe edzés helyett, de nem szabad így hozzáállni. A mai mérkőzés is megmutatta, hogy egy utolsó helyezett, vagy nem utolsó, bocsánat, a Szombathelytől, de igen, ott vannak a tabella végén, 14. helyen, és egy élethalál harcot kell. Tehát itt mindenki ellen, itt minden kis csapat felszívja magát, lehet, hogy főleg ellenünk, mert olyan sorozatban vagyunk, hogy mindenki minket akar megverni. A tabella az ugye nagyon megugrottunk, úgymond, és ezért nekünk minden mérkőzés élethalálharc lesz, de hát várjuk a kihívásokat,
Úgyhogy remélem, hogy megyünk tovább így. Elégedettek vagyunk természetesen teljes mértékben a csapat szereplésével, de ha minden 12 mérkőzésből csak egyet veszítünk, akkor ez egy nagyon jó teljesítmény. Akkor megnyerjük a bajnokságot. Tehát gondolkozzunk egy kicsit előre. NB2 elképzelhető? Hát, hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy a vezetőségnek, és ugye, mert itt nem csak a vezetőségnek kell erről nyilván határozni, hanem azoknak a cégeknek, akik ebbe pénzt tesznek. Tudjuk nagyon jó, hogy egy NB2 az teljesen más kávéház, sokkal nagyobb költség, utazásban is, távolságukban. Viszont amikor már egy Budapest Honvéd, egy Vasas, egy Mezőköves, de egy ilyen csapatokat tudnánk elhozni bajnokságon belül egy Bicskére, akkor én azt mondom, hogy jó lenne. Bár én egy dolgot nagyon-nagyon szeretnék, ha sikerül megnyerni a bajnokságot, és sikerre veszük, ugye utána lesz még egy nehéz osztályozó is. Ha mindez sikerül sikerrel venni és kiharcolni a feljutást, akkor ez a csapat, ami most van. Tehát ne az legyen, mint ami előfordult Tatabányán, és nagyon sajnálom őket, és rossz ránézni az NB2-es tabellára, hogy tulajdonképpen oda érkezett 11-2 új játékos, és kicserélődött a teljes csapat. Néztem épp a Vasas-Tatabánya meccset, amikor ugye nyert a Tatabánya, de kettő játékos játszott a Tatabányába, akik NB3-ba szerepeltek. Én azt mondom, ha feljutnánk NB2-be, akkor ezt úgy meg kell próbálni, hogy ezzel a csapattal 2-3 játékost még esetleg hozni hozzájuk, meghatározó játékosokat, akiket beépít az edző a csapatba. És ha sikerül bennmaradni, akkor öröm, ha nem, akkor visszaesünk NB3-ba, de ez a csapat maradjon együtt. Egy nagyon szerethető, nagyon jó csapatunk van, nagyon jó a csapategység, úgyhogy én sajnálom nagyon ezt a csapatot, ha szétcincálnak esetlegesen egy bajnoki cím után. Gratulálok még egyszer a szurkolásotokhoz, a csapat sikeréhez. Köszönöm szépen az interjút. Köszönjük, és Győrben találkozunk. Okay. Csaba, gratulálok a mai győzelemhez, egy rövid értékelést hallhatnánk. Én azt gondolom, ezek a mérkőzések azok, amiket nem nagyon kell megmagyarázni. A cél az teljesítve lett. Én azt gondolom, hogy amiben hiányérzet lehet, az a rúgott góloknak a száma, viszont az egész mérkőzésen nyújtott teljesítmény az a fölény, ami megvolt. Azt szerintem dicséretes, és az is, hogy azért csak rúgtunk 2 gólt, és ugye ami már mérkőzések óta tart, hogy kapudóan nélkül lehoztuk a meccset. Igen, hát rekordokat döngetünk az elmúlt hetekben, a napokban, hiszen legtöbb gólt rúgtuk, legkevesebbet kaptuk, 9. zsinórbeli győzelmünk megvan, kellene még több, Csaba? Én azt gondolom, hogy nem, de továbbra is ugye, amiről már sokat beszélgettünk, most megint ez egy hatalmas nagy dolog, megvan a 3 pont, készülünk majd holnaptól a következő mérkőzésre, és meglátjuk, hogy mi lesz majd. Csaba, készítette meccs előtt egy tabellát a nemzeti bajnokságban szereplő élovas csapatokról, benne az NB1, NB2, NB3. Pontveszteség tekintetében első helyen vagyunk. Minden csapatot megelőzünk, a Fradival vagyunk holtversenyben, ő kevesebb meccset játszott, neki is 3 vesztett pontja van, de kevesebb rúgott gólt, tehát gólkülönbség tekintetében is első helyen vagyunk. Mit szólsz ehhez? Egy nagyon jó érzés, de még továbbra is én azt mondom, hogy ez mind szép és jó. Tartunk ugye a bajnokságnak az első harmadába, nem hiszem, hogy el kellene, hogy bárkit varázsoljunk ezekkel a statisztikákkal, ez mindegy tök jó dolog. Dicsőség az egész csapatnak, a szakmának és mindenkinek, de nem ez foglalkoztat bennünket, hanem az, hogy a következő ellenfelünk, a Győr ellen maximálisan föl tudjunk készülni, és ott is úgy készülünk, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Azért nehéz meccs volt a mai, hiszen ki első helyen álló haladás VS ellen játszottunk, és bizony felszívták magukat kellőképpen, tehát megnehezítették a dolgunkat a győzelem tekintetében. Én azt gondolom, hogy az előző bajnokságban és az idei bajnokságban is már többször mutatta a Haladás, hogy jó csapat, nagyon sok meglepetés dologra képesek, jó futballt játszanak. Most az, hogy olyan helyzetben vannak, amilyenben vannak, nyilván én át tudom érezni, mert még a játékos koromban sokszor voltam én is ilyen helyzetben, de mindenféleképpen dicséretes, hogy ugyanúgy minden mérkőzésre készülnek. Ugye itt ellenünk is ők mindent beleadtak, szerették volna megnehezíteni a feladatunkat, ez helyek közben ugye sikerült, de én azt gondolom, hogy egy másodpercig nem volt kérdés az, hogy meg tudjuk enni ezt a meccset. Mit szólsz a közönségünk közt, hiszen most már egyre többen vagyunk hétről hétre? Hát ez nyilván ez mindenkinek szemet szúrt, hogy egyre többen vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez a csapatnak szól, hogy ennyire jól szerepel, és bízom benne, hogyha ezt a jó szereplést tudjuk folytatni, akkor a nézők száma is még több lesz, és akkor még csodálatosabb lesz minden Bicske. Egy mondatban mit tudnám mondani a Veszprém utáni tömegjelenetről, ami ott történt?
semmit, mert ugye ezt már lezártuk, mindenki megkapta Méto büntetését. Én azt gondolom, hogy ez is már bevonult a történelembe. Ugyancsak mutattuk a mai mérkőzésen, hogy bennünket csak a futball érdekel, és ma is mindent megtettünk. Jövő héten megyünk Győrbe, mi várható ott? Maximálisan készülünk, nyilván arra kell legfőképpen készülni, hogy délelőtti 11 órás mérkőzésre sosem kellemes senkinek, de természetesen nyerni szeretnénk. További sok sikert. No kérem, akkor ígéretemnek megfelelően, műsorom végén, amíg megismétlem a mérkőzés góljait, egy érdekes tabellával is jövök, még ahol összevetem a Nemzeti Bajnokság éllovasainak az eredményeit a vesztett pontok tekintetében, és nagyon érdekes ez a kimutatás, amely egyértelművé teszi, hogy az NB1-es listavezetővel hol versenyben vagyunk, de jobb gólkülönbségünkkel őket is megelőzik. Íme a tabella. Első helyen a Bicskei TC NB3 északnyugati csoportjába szereplő csapatunk 12 mérkőzés után 11 győzelem, 1 vereséggel, tehát 3 vesztett pontja van csapatunknak, 25-5-ös a gólkülönbségünk, ez plusz 20 gólos különbséget jelent. Második a Ferencváros, aki 8 meccsből 7 győzelem és 1 vereséggel, 15-5-ös gólkülönbsége, 21 szerzett ponttal, tehát őnekik is 3 vesztett pontjuk van, de gólkülönbségük plusz 10. Harmadik a Tisza Kécske, NB3 délkeleti csoport első helyzetje, 12 meccsből 10 győzelem, 2 vereség, 30 szerzett pontjuk van, plusz 14-es a gólkülönbségük, de 6 vesztett pontjuk van. Negyedik helyen a Deac, észak-keleti csoportban élenálló csapat, 12 meccsből 10 győzelem, 2 vereség, 18-6-os a gólkülönbség, 30 szerzett pontjuk van, de nekik is mínusz 6 vesztett pontjuk van, plusz 12 a gólkülönbség. Ötödik helyen az FC Nagykanizsa, délnyugati csoport listavezetője, 7 vesztett ponttal, 15-ös a gólkülönbségük, és hatodik helyen a NB2 Merkantil Liga első helyzetje a Kisvárda, 10 meccsből 6 győzelem és 4 vereség, hát bizony ez mindössze 18 pont és plusz 2 gólkülönbség, tehát ők állnak a 6. helyen. Az NB3 északnyugati csoportjában pedig első helyen a Bicskei Tornaki labdarúgó csapata áll, 12 meccs után 11 győzelem, 1 veresége, 33 szerzett ponttal. Második a Moson-Magyaróvár csapata, 25 ponttal, 7 győzelem, 4 döntetlen, 1 vereséggel. Harmadik a Veszprém Gárdája, 22 ponttal, ők léptek feljebb egy helyet a előző hetéhez képest. Negyedik helyen az Eto Akadémiál 20 ponttal, ötödik az Érdi VSL 19, ugyanannyi pontja van a Budaörsnek, hetedik a harmadik kerület 18 ponttal, nyolcadik a Puskás Akadémia FC 2 18 ponttal, kilencedik az Újpest 16, 10. a Dorog 16, 15 pontos a Sopron, 12. helyen a Komárom már 14 ponttal, 12 pontos a Balatonfüred, 14. helyen a Kellen SCA 10 ponttal, 15. helyen a Szombathelyi MÁV Faladás csapata 8 ponttal, és 16. helyen a tabella zárja a Gyirmot SC Győr 2 csapata 3 ponttal. És ezzel a fantasztikus öltöző öröm pillanatokkal fejezem be műsoromat, az, hogy találkozunk október 27-én vasárnap 11 órakor kezdődő Eto Akadémia Bicske találkozón Győrben, bár megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Nagy Györgyöt hallották.